Most pedig következik az a műsor, amire nagyon-nagyon sokat készültek a gyerekek. Nálunk minden évben hagyomány, hogy a negyedik évfolyam adja a március 15-i műsort. Így hát fogadjátok nagyon nagy szeretettel az idei negyedik évfolyamnak a március 15-i megemlékezését. Gyerekes dolog, elmossa az eső. Ezek egy ellenséges szemtanú szavai 1848. március 15-éről. És a gyerekes dologból történelem lett, térben és időben messze fénylő másfél év, melynek emlékét századok sem fogják elmosni. Ezeknek a fényes napoknak, melyekkel kivívtuk az emberiség jobbik felének csodálatát, hatásra ma is eleven, szólásra késztet bennünket is, figyelmeztetve, hogy 1848 örökségének ápolása minden nemzedéknek becsületbeli kötelessége, így a miénk is. Ez volt az akkor még egységes magyarság utolsó nagy forradalmi megmozdulása, az Európához való fölzárkózás utolsó nagy kísérlete. Táncra lányok, körbe-körbe, csizmák sarka hadd söpörje, a szolgaság nehéz porát, pendüljenek a citerák. Ki a zászlót az utcára, aki legény mind alája, elég volt a tömlöcbörtön, jobbágynak az úri földön.
Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk az elsők, kik tenni mertünk ahonért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztók föl zajunkkal nagy álmából a hazát. Piros, fehér, zöld a zászlónk, álljon alá, aki magyar. Háromszínű zászló alatt bátor a szív, erős akar. Tiszteljétek a nemzeti zászlót, égi fényben három színnel játszott, ha kezedbe kapod, véd emberül, a harc előtt jáván ne menekülj, egy nemzetnek híre becsülete, zászlójával vagyon forva egybe, csupán addig tisztelnek bennünket, amíg lenni látják jelvényünket. Tetre ígyra, tetre végre, verjük le a lakatot, verjük le a lakatot! Atyám fiai, véreim, polgártársak, fegyverre szólítom fel a nemzetet, szegény magyar hazánk megvédésére. Aki nem akar hontalan vándor koldussá lenni, akinek szívében a becsületnek legkisebb szikrája ég, az fel fog kelni a haza nevében, a rablókat, pártütőket semmivé tenni, és megbosszulni a hitszegést, és a magyar nép törvényes jogát megvédeni. Felhát fegyverre szegény, de... Bátor, de elárult magyar nép, kaszára, kapára, kinek mie van, keljen fel tömegben, és megmenti magát, megmenti az árva hazát. Sikolt a harci síp, riadj, magyar, riadj, csatára hív a hazát, kifent acélt ragadj, villámba fesse a szabadság hajnalát, s fürössze vérbe a zsarnokfaj bíborát. Él még a magyarok nagy istene, jaj, annak, ki feltámad ellene, az Isten is segít, ki bír velünk? Szabad népek valánk, s azok legyünk. Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig, az ország egyik bércfalától a másikig verődött vissza, s midőn másodszor visszatért, már nem volt jajkiáltás, hanem harci riadó. A földműves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláját, a családapa boldog tűzhelyét, és ment a zászló alá. 13-14 éves gyermekek csoportja fogta a nehéz fegyvert, és 70 éves galambőz férfiak álltak a gyerekekkel egy sorban. Őszörő harmad hol, a kezére gyergyaláncson, hogy nesztene a hajlom, csöntörő fákat kerget az angol. Földre hojolnak, tulipán hintón érkező angyal, szendergő fényben bújja hintalkal.
szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísérted, bolyongott lelkünk a világban érted. Zöldülnek már a nyárfák, háromszínű kakárdák, piros tollak vidítanak, tavasz készül, szabadság! Én akkor éltem volna, zászló alá álltam volna, Kossuth Lajos egy szavára, egy életem, egy halálom, mentem volna a csatába. S ha még gyerek lettem volna, kisdobosnak álltam volna, dobom szívem ütemére, verve bátran, lankadatlan, törtem volna én az élre. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyenre áll, lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Várat építők, az el nem csüggedők. Hány
nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt.